Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez a Politika belülről. Havonta jelentkező műsorunkban azokra a kérdésre keressük a válaszokat, hogy mi, miért és hogyan történik a politikában. A műsor az Erdély TV-n, az Erdély FM-en és a Transindexen is követhető, állandó meghívottunk pedig Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Jó napot kívánok, boldog új évet mindenkinek! Elnök úr, ön a tavalyi év végén az évértékelő beszédében azt mondta, hogy 2015 a visszalépések éve, ami a kisebbségi jogérvényesítést illeti. Hogyan látja, hogy 2016-ban milyen évünk lesz ebből a szempontból, hiszen ugye 2015 végén volt egy kormányváltás, most egy elméletileg technokrata szakértőkből álló kormány vezeti az országot? 2016 választási esztendő, és ilyenkor amúgy is hajlamosak a román pártok nagyon sokszor nacionalista hangot megütni, magyar ellenes hangot megütni, abban reménykedvén, hogy így több szavazatot szereznek. Egyrészt, másrészt meg, hát valóban a kormányváltástól mi azt vártuk és azt várjuk továbbra is, hogy közigazgatási eszközöket, illetve kormányzati eszközöket ne használjanak a kisebbségi jogok megcsorbítására, megnyírbálására, úgy, ahogy azt tette a pont a kormány az utolsó egy esztendejében. És ilyen szempontból reménykedem abban, hogy Csolos és a Csolos kabinet tagjai, különösen a belügyminisztérium és az ő kötelékébe tartozó különböző intézmények nem követik azt a gyakorlatot, amelyet 2015-ben, 2014 végétől, de 2015-ben nagyon látványosan követtek. Ez az egyik része a történetnek. A másik része az, hogy a kormány részéről elvárjuk, hogy olyan üzeneteket fogalmazzon meg, és úgy kormányozzon, ami a kisebbségi jogokat illeti, hogy a többség-kisebbség viszonyt ne feszítse tovább, a konfliktust ne élezze, illetve a törvények betartásának a fontosságára hívtuk fel a figyelmet. Nem gondolom, hogy nagy áttörés lehet minden egyes területen, de az azért nagyon fontos, hogy a létező törvényeket, az érvényes törvényeket alkalmazzák. Egyébként 2016-ra legalább annyira érvényes az, amit 2015-ben javasoltunk, a többség-kisebbség közötti megállapodást, mint amennyire 2015-ben érvényes volt, mert úgy gondolom, hogy olyan időket élünk, amikor a többségi politikai pártok képviselőivel az államelnöknek a védnöksége alatt igenis érdemes lenne megkötni ezt a megállapodást, ami arról szólna, hogy a megszerzett jogokat nem vonják vissza, nem csorbítják, sem törvényes kezdeményezésekkel, sem törvény alkalmazási problémák nem merülnek föl, tehát alkalmazzák a törvényeket, sem közigazgatási eszközökkel. A tovább lépéshez pedig a parlamenti párbeszédnek a kereteit próbáljuk bővíteni. A tovább lépés az nekünk mindig fontos, mert ugye azokat a célokat, amelyeket megfogalmaztunk, részben elértük, és hát rengeteg olyan kérdés van, amely továbbra is napi renden marad. Ilyen szempontból 2016 legalább akkora kihívásokat jelent számunkra, arról nem is beszélve, hogy még mindig folyamatban van rengeteg olyan feljelentés és a feljelentést követő kivizsgálás. Vannak notórius feljelentők, akik a kétnyelvű feliratokat, a különböző nyelvhasználati kérdéseket próbálják úgy megoldani, hogy bírósághoz fordulnak, és azt kérik a bíróságtól, hogy a törvény egyértelmű rendelkezése ellenére olyan döntést hozzon, ami a nyelvhasználatot korlátozza. És ilyen értelemben ugye rengeteg per van folyamatban, ezeknek nagy része 2016-ban kifut, és az eddigi döntések alapján még én nem vagyok nagyon nyugodt, még születhetnek olyan döntések, amelyek jogkorlátozó jellegűek. Egyrészt mennyire van nyitottság a román politikai alakulatokban, illetve a kormányban is akár, vagy az államfő személyében a kisebbség-többség közti szerződés megkötésére? Nem tudnám azt mondani, hogy nagyon nagy a nyitottság egy ilyen megállapodásnak a megkötésére. Hogyha külön-külön beszélsz mindenkivel, akkor mindenki nyitott. Akkor, amikor össze kellene ülni, le kellene ülni, és együtt kellene ezt a kérdést megbeszélni, akkor mindenki egy kicsit óckodik tőle. Talán azért, hogy nehogy a másiknak a szempontjából majd ő túlságosan engedékeinek mutatkozzon, vagy látszódjon, és ezért szavazatokat veszítsen. Nem vagyok én biztos, hogy 2016 egy választási esztendő egy ilyen megállapodásnak az aláírására, megkötésére a legalkalmasabb esztendő. Ez nem jelenti azt, hogy 2016-ban ezt a kérdést nem kell fenntartani. De nem fűzök túl nagy reményeket hozzá. Nekünk érveket kell szolgáltatni, hogy miért van szükség erre, és a román
politikai pártok vezetőit, a román politikai elitet kell meggyőzni arról, hogy hosszú távon, de akár már középtávon is sok-sok bajt okozhat, hogyha a romániai magyar kisebbséget ellenségnek tekintik, hogyha kockázati tényezőként kezelik, hogyha megbélyegzik, hogyha a megszerzett, nehezen megszerzett jogokat korlátozzák, vagy elfogadják, hogy azokat más eszközökkel korlátozza egyik vagy másik hatalmi ág. Tehát ezek súlyos feszültségekhez vezethetnek, ez pedig nem lehet érdeke senkinek. Az erdélyi magyarságnak biztos, hogy nem érdeke. De én azt gondolom, hogy a románoknak sem lehet érdeke. Említette ön azt, hogy gyakran az igazságszolgáltatással próbálják akadályozni a jogok érvényesítését, a kisebbségi jogok érvényesítését. Ilyen esetben nyilván politikai eszköz nincs. Milyen más eszköz lehetséges arra, hogy megakadályozzuk ezeket a folyamatokat? A nyilvánosság, ez a legfontosabb és a legerősebb eszközünk. A nyilvánossághoz kell fordulni minden egyes alkalommal. És a román társadalomban azokat az embereket megszólítani, akik közvéleményformálók, és hál' Istennek vannak ilyenek, akik fölvállalják azt, hogy egy-egy egyébként sokszor kellemetlennek tűnő véleményt a magyarokról, egy-egy pozitív képnek a megrajzolását ők is átvegyék, illetve a helyzetnek a normalizálását vállalják, és a nemzetközi közvélemény elé kell fordulni. Más politikai eszközünk nincsen. Az érdekes az, vagy nem is érdekes, hanem a természetes, hogy ahhoz mi teljesen hozzászoktunk és fel vagyunk készülve, hogy a parlamentbe visszaverjük a támadásokat, hogy a parlamentben akár retorikai, akár törvényhozási szinten, amikor valami van, akkor azt megakadályozzuk, és ez a legtermészetesebb dolog, hisz ez a politikai játéktérnek a legfontosabb intézménye a parlament. Ahhoz is hozzászoktunk, hogy a kormánnyal olyan párbeszédet folytassunk, hogy megoldjunk problémákat, ahhoz viszont nem szoktunk hozzá, nem szokhattunk hozzá, és nincs is politikai eszközünk, hogy a bíróságon meghozott döntésekkel valamit kezdjünk, egyebet, mint hogy alkalmazzák, mert minden politikai rendszerben alkalmazzák a bírósági döntéseket, akár diktatúra, akár demokrácia, vagy a kettő között átmeneti rendszerekben is, és ehhez politikai eszközünk nekünk ebben a pillanatban nincsen. Ezért mondom, hogy a nyilvánosság marad, a román közvéleménynek a formálói közül meg kell keresni azokat, akik nyitottak, normálisak, európai szemléletet képviselnek, és a nemzetközi közvélemény figyelmét minden egyes alkalommal fel kell hívni arra, hogyha túlkapások vannak, és ezt meg is tettük, meg is fogjuk tenni 2016-ban is. Nyilván nem új az sem, hogy az igazságszolgáltatással nem feltétlenül elégedett a magyar közösség, és ennek gyakran nyomós okai vannak. Ugye 26 évvel ezelőtt történt a marosvásári fekete március, aminek most az ad némi aktualitást, hogy ugye Cseresznyi és Pál, akit meghurcoltak ebben az ügyben, idén hunyt el. Van esély arra, hogy valamikor szülessen egy olyan döntés, vagy olyan bírósági ítélet ezzel az ügyen kapcsolatban még, vagy hogy újra nyissák egyáltalán ezt a dossziét, amely, tehát egy olyan döntés szülessen, amely megnyugtató lehet a magyar közösség szempontjából is. Azt a reményt soha nem adhatjuk föl, hogy az igazság az napvilágra kerül. Mindegy, hogy miről van szó, hogy az igazságot nem lehet a végtelenségig elrejteni, és én ezért azt hiszem, hogy a marosvásárhelyi márciussal kapcsolatosan is ugyanazt meg kellene tennie a bíróságnak, ügyészségnek, az igazságszolgáltatásnak, amit elindított a 89-es decemberi eseményekkel, forradalommal kapcsolatosan, illetve a 90-es bányászjárásokkal kapcsolatosan újra nyitották a dossziékat, mert nem született megfelelő döntés, illetve semmilyen döntés nem született. Én azt gondolom, hogy a 90-es márciusi eseményekkel kapcsolatosan is ugyanígy újra kell nyitani a dossziét, ezt mi mondtuk folyamatosan, mert ezzel adós a román igazságszolgáltatás, és ezt az adósságát folyamatosan számon fogjuk kérni. Tehát újra kell nyitani, és én abban bízom, azt hiszem, hogy az igazságot nem lehet a végtelenségig elkenni. Az előbb-utóbb ki fog derülni, így a 90-es márciusi eseményekre is azoknak az igazi okozójára, mozgatójára fény fog derülni. Egy nagyon régi esemény után, ugye 26 évvel történt fekete március után egy nagyon friss eseményről is beszélnünk kell, amely nagyon fontos a romániai magyar közösség és a többség viszonya szempontjából. Ugye ez a 2015 végén Kézdivásárhelyen történt Beke ügy, ahol egy terrorizmus vádat fogalmazott meg a titkosszolgálat ezzel kapcsolatban, és hát ugye nyilván abban a közegben, amikor a Párizsban a nagy terrortámadás történt, és
mindenki Európában a saját bőrén érzi a terrorizmus fenyegetettségét, nagyon veszélyes egy ilyen kártyával előrukkolni. Hogyan tud az RMDSZ ilyen helyzetben lépni? Különbséget kell tenni aközött, hogy valakik butaságból, szórakozásból, viccelődésből elkövettek, vagy el akartak követni valami olyasmit, ami elfogadhatatlan, és ezért mindenkinek egyénként a felelősséget kell, hogy vállalja, és ez egy egészen világos dolog. Másrészt pedig rögtön meg kell mondani, meg kell fogalmazni, kell tudni megvédeni a közösséget, és én ezt mondtam el az államelnöknek, ezt mondtam el a miniszterelnöknek, hogy a közösség megbélyegzését nem fogadjuk el, ezt visszautasítjuk határozottan, és megkérjük, hogy állítsák le azt a hangulatkeltést, ami ott rögtön november végén, december elején napokig úgy tűnt, hogy elárasztja az országot, és egy kollektív megbélyegzést, egy kollektív bűnösséget próbálnak kikiáltani, és a kettő között éles különbséget kell tenni. Ma, akit terrorizmus váddal illetnek, annak a világon sehol partnert nem lehet találni, tehát elássák. Ezzel megbélyegzik, és ezért elfogadhatatlan, mert hogyha egy ilyen bélyeget a közösségre teljes egészében ráragasztanak, akkor a legapróbb és jogos követeléseknek is a kifutási lehetősége a nullával lesz egyenlő. Másrészt pedig azt a túlkapást, amit az eljárásban észleltünk, megint csak el kell utasítani, ki kell kérni, mert mindegy, hogy kiről van szó. Én azt gondolom, hogy a tiszta és világos eljárási normákat kell követni, és arra kértük az állami szerveket, hogy minél előbb hozzanak döntést. A bíróság fogja tudni a bizonyítékok alapján megmondani, hogy tévedtek, és a tévedésük az milyen mértékű volt, és hogy egyénre szabottan ez mit jelent. Tehát minél hamarabb bírósági ítéletre lenne szükség, mert akkor lehetne azt mondani, hogy az állami szervek, erőszakszervek, igazságszolgáltatás korrektül járt el, nem pedig rejtegetni, halogatni és ködösíteni egy-egy ügy kapcsán. Ugyanakkor nekünk nagyon világosan el kell mondani, hogy semmiféle politikai szélsőséggel nem tudunk közösséget vállalni. Ezt is világosan el kell tudni mondani. Ezt mindig is megtettük, és ezután is meg fogjuk tenni. Elfogadhatatlan az, hogy Vas Albert könyveket tartóztassanak le, kobozzanak el a házkutatáskor. Vas Albert könyveket minden erdélyi magyar családnak a polcán lehet találni, vagy vásárolta, vagy ajándékba kapta. Vas Albertet a könyves üzletekben meg lehet vásárolni, az ő regényeit, az ő írásait. Ez egy irodalmi kérdés, nem a büntető eljárásnak a része, hogy milyen író volt Vas Albert. Jó író volt, vagy rossz író. Ezt nem a DIKOT, és nem a bíróság fogja eldönteni. Minden egyes erdélyi magyar családból el lehetne vinni embereket, meg lehetne hurcolni embereket, mert Vas Albert mindenkinél van. Tehát ez elfogadhatatlan. 89 előtt vittek el könyveket, irodalmat házkutatások során. Nem juthatunk oda, hogy 26 év után ez legyen a természetes. Ezért bonyolult, és ezért problémás. Mert mihelyt az egyéni felelősségnek a határai túllépi az eljárás, akár a házkutatás során elviszik a zászlót, elviszik a nemzeti szimbólumokat, vagy elviszik az irodalmi alkotásokat, a könyveket, a reakciója a közösségnek az egészen más, mint amit normális körülmények között el lehetne várni. Szolidarizál azzal, akit vádolnak, illetve a bizalma az állami szervekben, az igazságszolgáltatásban, az ügyészségben csökken. És ez nem jó. Ez megint nem jó, mert hogyha olyan alapvető intézményekben nem tudunk megbízni mi erdélyi magyarok, mint a bíróság vagy az ügyészség, akkor mi marad nekünk? Mihez, kihez tudunk fordulni? Ezért rettenetesen problémás ez az egész kézivásárhelyi ügy, mert egyrészt ott van butaságból, meggondolatlanságból, vagy szándékosan megtervezett viccnek szánt, vagy komolyan gondolt cselekedet, másrészt pedig minden, ami ehhez társult, az azt mutatja, hogy más szándék is az eljárás során burkolt, vagy kevésbé burkolt szándék tetten érhető. Ön gyakran érintkezik a román közösség különböző vezetőivel. Mit tapasztal, hogy mennyire nyomta rá a bélyegét a román-magyar kapcsolatok egészére ez az ügy? Én azt látom, hogy az első egy-két hét után az egy kicsit végig csak világossá vált. Ugye kiszivárogtattak jegyzőkönyveket a román társadalomban is, nagyon sokan normálisan megszólaltak.
A román társadalomnak a viszonyulása ez az egész kérdéshez a Molnár Levente filmszerepe kapcsán lett még érdekesebb. Amikor ugye Beke volt a terrorista magyar, a színész volt a magyar színész volt a román, aki akár az Oscarig is eljuthat a Saul fiával. És ez megint csak azt mutatja, hogy a román társadalomban még mindig a magyarokkal kapcsolatosan erős előítéletek élnek. Hogyha baj van, akkor ők az ideérkező keletről, Ázsiából bajt okozni Kárpát-medencébe érkező magyarok. Hogyha valami olyan eredményt érnek el kultúrában vagy tudományban, Barabási Albert László esete, vagy sok-sok más területen, akkor az lesz a jó román, aki egyébként magyar, akkor már ki se ejtik, hogy magyar. Hát ezt a kettősséget látni időnként az ember nem csak, hogy fölbosszanthatja, hanem egyszerűen egy ilyen nagyon vicces állapotot lát. Na most én azt gondolom, hogy ha a dolgok jó irányba mennének, jó irányba lehetne terelni a dolgokat, akkor ezt a kettősséget is föl lehetne számolni, és akár így, akár úgy, bármilyen cselekedetet lehet kötni egy-egy egyénhez, akkor nem elsősorban az etnikai hovatartozása lenne az, ami köré fölépítenek egy mitoszt, egy legendát, illetve próbálják meghamisítani az etnikai identitását, és ugyanúgy legendát és mitoszt kreálni köréje. Ezzel a kettősséggel ér a román társadalom, ezzel szembesülünk nagyon sokszor, de nem hiszem, hogy a Beke ügy hosszú távon, most már több mint egy hónappal az események után hosszú távon megmérgezné, vagy nem szeretném, hogy megmérgezze hosszú távon a többség-kisebbség viszonyát. Annál is inkább, hogy ugye 2016, mint már beszéltünk arról, választási év lesz. Abban a furcsa helyzetben van ugye az ország, hogy ezúttal nem egy nagy politikai párt van a kormányon, hanem egy elméletileg a pártoktól független kormány. Mennyire fogja ez befolyásolni a választások menetét? Ugye azt tudjuk a múltból, hogy mindig fontos volt a pártok számára, hogy választásokkor ki van kormányon, hiszen sokkal több erőforrást tud az mozgósítani, ugye választási csalásokra is gyakran volt példa. Mennyivel lesznek tisztábbak a választások attól, hogy most egy ilyen kormányunk van? A választások tisztaságát soha nem kérdőjelezték meg, mert soha nem volt olyan mértékű, kimutatható törvénytelenség, ami a választásoknak az eredményét megváltoztatta volna, hisz nemzetközi megfigyelők ugye Romániában is máshol is folyamatosan jelen vannak. Én azt gondolom, hogy inkább arról van szó, hogy költségvetési eszközöket tud-e használni egy párt vagy egy koalícióban lévő pártok összessége választások előtt szavazatszerzésre. Azt gondolom, hogy a 2016-os évben ez nem lesz lehetséges. A liberálisok azt kérték, hogy sürgősségi kormányrendelettel módosítsa a választási törvényt a kabinet. Ezt egyelőre Csolos elutasította. Ez azt mutatja, hogy ő ezt a kérdést megpróbálja a legkorrektebbül és a leg, ha szabad ilyet mondani, politikailag tisztességesen végigvinni. Azt mondta, hogy nem demokratikus az, hogy a parlament által megszavazott választási törvényt ő sürgősségi kormányrendelettel módosítsa. Ez egy korrekt üzenet. Arról van szó, hogy egyfordulós vagy kétfordulós legyen a polgármester választás. A mi véleményünk az, hogy egyfordulósnak kell lennie, a mai törvény ezt írja elő, és én ezt a döntését Csolosnak, hogy nem fogadta el, hogy sürgősségi kormányrendelettel hozzápiszkáljon ehhez a törvényhez, egy helyes döntésnek tartom, független attól, hogy a mi véleményünkkel egybeesik, vagy nem esik egybe, mert igenis azt gondolom, hogy az ő kormányának ebben a kérdésben nem kell semmiféle véleményt mondania, mert nincsen erre szükség. Illetve azt kértük akkor, amikor ő bennünket megkeresett még a beiktatása előtt, hogy 2016-ban, amennyiben ő kormányoz, akkor tartsa távol a közigazgatásnak azt a részét, amely a választásokra hatással lehet, a választásoktól költségvetési eszközöket ne adjon egyik pártnak se. Tehát a visszaosztást, költségvetési pénzeknek az elosztását olyan kritériumok szerint tegye, amelyek nem politikai kritériumok. Nekem már is van egy óriási problémám egyébként ezzel kapcsolatosan. Februárban, ahogy megkezdődik a parlament, ezt ott is szóvá fogjuk tenni a parlamentben és a kormányban is. A munkaügyi minisztérium
Hargita Kovászna Maros és Fehér megyében a Caritasnak azokat a szociális szolgáltatásai tevékenységét, amelyekre hihetetlenül nagy igény van, amelyeket kiválóan végzett az idős gondozás, a beteg gondozás, és mindaz, ami ebbe a szférába tartozik, az otthongondozási szolgálat nem finanszírozza, nem írt alá szerződést. Máshol az országban mindenhol aláírt, a Caritasnál Hargita Kovászna Maros és Fehér megyében nem írt alá, vagy nem írta alá az összes olyan protokollumot, Keresztúron, Csíkszeredában, és még sorolhatnám, hogy hol, melyik régiókban, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez a szolgáltatás jól működjön. Az állam nem veszi át ezt a szolgáltatást, az állam nem tudja ezt a szolgáltatást nyújtani, de nem is írt alá először a Caritasszal ilyen megállapodást. Ez nagyon gyanús és fölháborító, úgyhogy ezt szóvá fogjuk tenni. Ilyen értelemben viszont amellett, hogy hozott el jó döntést Csolos, az egyik minisztere, vagy a kormány egyik része, a Munkaügyi Szociális Minisztérium hozott egy olyan döntést, ami elfogadhatatlan. Lehet ezt korrigálni, az indokokra kíváncsiak vagyunk, de nem tartjuk elfogadhatónak azt, ami történt. Kívülről elég nehéz átlátni azt, hogy milyen a Csolos kormánynak a tevékenysége. Ugye abból is kifolyólag, hogy részben még a Ponta kormány által elkezdett folyamatokat vitte tovább. Belülről hogy látszik ez? Mennyire jó ez a kormány? Nem látjuk belülről, mert nem vagyunk bent, viszont még túlságosan korai lenne bármiféle mérleget készíteni két hónap után, úgyhogy gyakorlatilag a legfontosabb döntés a költségvetésnek az elfogadása az úgy történt meg, hogy a parlamenti pártok szinte egyhangulag megszavazták. Egy adott pillanatban azt a látszatot lehetett tetten érni, hogy van egy kormány, amelyiknek nincsen ellenzéke. Hát egy kormány működéséhez kell a parlamenti többség, de kell az ellenzék is. Most úgy tűnt, hogy nincs ellenzéke, ez sem jó, de ugyanakkor nem lehet tudni, hogy ki van kormányon, tehát senki nincs kormányon. Én azt gondolom, hogy március-áprilisra fogjuk látni, hogy hogy teljesít ez a kormány, mert néhány olyan kérdést közvitára fog bocsájtani, amelyek akár a következő esztendőkre is meghatározhatják a közpolitikák egyik-másik területen a közpolitikák irányát, a béreknek az újragondolása, a bérezésnek az újragondolása a közszférában, az egységes bérezési rendszer, amiről beszélünk. Egy ilyen kérdés. A másik a közigazgatási reform, hogy milyen irányba próbálják a közvitát alakítani, milyen javaslattal jönnek, mert ez következni fog még akkor is, hogyha döntés 2016-ban nem születik, nem születhet, alkotmánymódosítás nélkül valószínű, hogy nem lehet azt a közigazgatási reformot végigvinni, amelyre nagyon sokan gondolnak. És mind-mind olyan kérdések, akár az oktatással kapcsolatosan biztos vagyok, hogy el fog indulni egy olyan közvita, amely egy hosszú távú oktatási reformot, közoktatási és felsőoktatási reformot fog célul kitűzni, hogy ezt hogyan gondolják el, akkor fogunk tudni bármit mondani, mert most adminisztrálják az éppen soron lévő ügyeket. Ez nem különösebben nagy ügy, ez nem feltételez nagy hozzáértést és nagy tudományt, mert az apparátus működik, a napi kurens dolgokat elvégzik. És akkor, amikor a politikai értelemben mérhető döntéseket meghozzák, egy-egy közpolitikai kérdést próbálnak eldönteni, vagy egy-egy irányt próbálnak meghatározni, akkor fog kiderülni. Én türelmes vagyok még, nem szeretnék pálcát törni a kabinet fölött, illetve nem gondolom azt, hogy két hónap után egy reális, objektív mérleget meg lehet vonni. Júniusban ugye önkormányzati választások lesznek, ilyenkor meg nyilvánvalóan fontos az, hogy meghúzzuk a mérleget, megnézzük azt, hogy melyik polgármester hogy teljesített. Ön szerint kik voltak azok az RMDSZ-es polgármesterek, akiknek ki lehetne emelni a munkáját, hogy kifejezetten jól végezték az elmúlt négy évben a dolgukat? Hú, hát a 203-204 polgármesterünk közül nagyon sok kollégának ki lehetne emelni a munkáját, teljesítményét, vagy lehetne kategorizálni. Akkor, amikor városokról, municipiumokról beszélünk, akkor Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda mindenféleképpen kiemelkedően fontos és jól teljesítő városok, közösségek voltak. Ez egyébként látszik a városképen is, és hogyha valaki nem járt 4 évig, 5 évig, 6 évig valamelyik városba, és most oda toppan egyik pillanatról a másikra, akkor óriási változásokat lát. A kis településeknél is lehetne sok-sok embert, sok-sok kollégát felsorolni. Nem teszem meg, mert biztos, hogy kifelejtenék sokat, és nem szeretnék senkit megsérteni. Egy biztos, hogy
Mi azt a mérleget elkészítettük, lassan befejezzük, hogy akkor kivel megyünk tovább, hol lesz váltás, hol nem lesz váltás. Az önkormányzatokban is lesz nagy számban vagy szép számmal változás, és ez a világ legtermészetesebb dolga. Lesznek, akik újraindulnak, lesznek, akik nem folytatják, vagy ilyen, vagy olyan okok miatt, de nem szeretnék előre szaladni. A lényeg az, hogy olyan emberekkel, olyan jelöltekkel jöjjünk, és olyan programokkal, akik és amelyek a közösségnek a bizalmát élvezik. Érezzék az emberek, hogy róluk szól a politika, hogy értük van a politika, és nem egy öncélú tevékenység. Ha ezt a célt el tudjuk érni, én akkor azt gondolom, hogy a jelöltjeink a közösségeknek, a kisebb, nagyobb közösségeknek a bizalmát meg tudják szerezni. Ha már rákérdeztem arra, hogy melyik polgármesterek végeztek jó munkát, akkor nyilván az is érdekelne, hogy kik azok a polgármesterek, akiknek a tevékenységével nem feltétlenül elégedett, vagy egyáltalán nem elégedett. Megint csak azt tudom mondani, hogy a televíziós stúdióban ezt nem tudjuk megvitatni, egyszer ezt nekünk belül kell eldönteni, majd ahogy a döntések közelednek, fogják látni, hogy hol vannak cserék. Nem mindenhol azért lesz csere, mert nem vagyunk elégedettek a polgármester teljesítésével, van, ahol 3-4-5 mandátum után már váltani kell, vagy a polgármester maga gondolja úgy, hogy váltani kell, és ezt a munkát ebben az időszakban végezzük. Nem szokásunk minden transzparencia ellenére a televíziós stúdión keresztül megüzenni a következő időszaknak a döntéseit, és ezért megértését kérjük mindenkinek, de a közösségek maguk látják, érzik, hát vita van mindenhol, az ország keleti részétől Szatmárnémetiig, tudják, hogy mi van pontosan készülőben, de egyébként meg vagyok győződve, hogy a kézdivásárhelyi nézőket nem feltétlenül érdekli az, hogy Szatmárnémetiben az önkormányzatban milyen döntések születnek, mert az ottani önkormányzati döntések az ő életükre semmiféle hatással nincsenek. Az önkormányzati választásoknak ez az egyik sajátossága, hogy akár egy-egy szomszédos településen is lehet más-más program, más prioritásokat tűzhetnek ki, fogalmazhatnak meg. Csak egy régebbi példát mondok, ugye Csíkszépvíz az az én egyéni választókerületemnek a része. Ő a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején sokkal nagyobb ütembe tudott haladni olyan nagy infrastruktúrális beruházásokkal, amelyek az életminőség szempontjából fontosak. Csatornázás, vízbevezetés, gázbevezetés, hasonló programok. A környező települések később, egy mandátummal később zárkoztak föl. Egy adott pillanatban úgy tűnt, hogy Csíkszépvíz előre szaladt. Most utolérték, de Szépvíznek lehetősége volt, hogy éppen ebből az előnyéből adódóan más prioritásokat fogalmazzon meg egy-egy mandátumban. Mindig úgy tűnt, hogy ő egy kicsit különc, egy kicsit külön jár, de nem azért, mert különc, nem azért, mert külön jár, hanem hamarabb sikerült neki egy-egy programot, egy-egy célt elérni. És ilyen, és ehhez hasonló esetek mindenhol vannak. Ezért nem lehet azt mondani, hogy az önkormányzati választásokon mindenhol ezt a célt, vagy azt a célt prioritásként meg tudjuk fogalmazni. Van, ahol ilyen, van, ahol olyan, amolyan kérdések kerülnek napi rendre. Néhány nagyobb városban most már kezd kikristályosodni az, hogy kik lesznek a jelöltek. Például Kolozsvár ugye ilyen helyzet, ahol egyrészt nyilvánvaló most már, hogy Emil Bock polgármester ismét indulni fog a tisztségét. Ugyanúgy az is egyértelművé vált, hogy az RMDSZ jelöltje Horváth Anna jelenlegi alpolgármester lesz. Tekintetbe véve azt, hogy egyfordulós lesz a polgármester választás, mi indokolja azt, hogy az RMDSZ jelöltet indítson? Nyilván nincs esélye nyerni Horváth Annának. Rengeteg okot, indokot föl lehet hozni. Egyrészt a közösségnek az önbizalma az egy hihetetlenül fontos kérdés, hogy ő érezze, tudja, hogy neki van olyan jelöltje, aki akár a várost, ha megnyerhetné a választást, jól, jobban, mint ahogy eddig vezették, el tudná vezetni. Horváth Anna egy ilyen ember, akiről azt gondolják a kolozsvári magyarok az elmúlt 4 év alpolgármesteri munkáját is figyelembe véve, hogy ezt a várost el tudná vezetni jól, jobban, mint ahogy eddig tették. És ez egy olyan erős önbizalmat erősítő kérdés, amelyről nem szabad lemondani. Másrészt nekünk nem mindegy, hogy a lista élén ki van, úgyis, mint polgármester jelölt, úgyis, mint listavezető, hisz a frakciónak a nagyságrend, ugye a számbeli nagysága, a minőség mellett megint csak egy nagyon fontos kérdés a következő 4 esztendőben. És mondanék még egy másik indokot, ami legalább annyira fontos Kolozsváron, meg interetnikus környezetben, mint az előző 2. Hogyha nem állít jelöltet az RMDSZ, nincs egy magyar jelölt, akkor valamit mondani kell a közösségnek, hogy kire szavazzon.
baloldali jelöltre, jobboldali jelöltre, független jelöltre. Ez a közösséget megosztaná egyrészt, másrészt pedig aki mellé odaállna az RMDSZ, azt a román nacionalisták megpróbálnák leűrölni. Lehet, hogy nem segítenénk annak, aki mellé állunk egy egyfordulós választási kampányba, hanem pontosan neki óriási károkat okozhatnánk. Kolozsváron ezt már megtapasztaltuk néhányszor, a 90-es években 2004-ig, vagy 2004-jel bezárólag. Tehát számos okunk van, de én tulajdonképpen a legfontosabbnak azt az önbizalmat tartom, ami egy közösség számára ahhoz, hogy erős közösség maradjon, fontos. Marosvásárhely egy másik olyan város, ahol ugye egyre tisztább a helyzet. Ott már tavaly óta tudjuk, hogy az RMDSZ-nek, illetve ki lesz a magyar jelölt, akár így is fogalmazhatunk, Sors Zoltán személyében. Viszont az utóbbi napokban történt egy érdekes fordulat, ugyanis Dorin Flóra jelenlegi polgármester nem fog a Penele színeiben indulni, legalábbis a Penele döntése értelmében. Milyen változást hoz ez a dolog? A mi szempontunkból semmiféle változást nem hoz, annyit, hogy van egy nagyon erős kihívója Sors Zoltánnak, ez a jelenlegi polgármester, aki függetlenként fog indulni az én meglátásom szerint is, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogja megkapni a liberális pártnak a támogatását. A liberálisok ilyen szempontból egy nagyon kétszínű politikát folytatnak. Azt mondják, hogy mivel Flóra ellen van egy eljárás, nem indítják, de ugyanakkor egy olyan jelöltet fognak indítani, akit ők sem ismernek, és közben Flóriát fogják hátulról támogatni. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy amennyiben mi azt a döntést meghozzuk, már pedig én ezt a javaslatot megtettem, hogy Sors Zoltán ne az RMDSZ jelöltje legyen, hanem a marosvásárhelyi magyarok jelöltje, és közös jelölt a többi politikai párttal, szervezettel, akkor a marosvásárhelyi magyar emberek akarják-e azt, hogy magyar polgármester legyen? Azért fontos, hogy ő ne egy párt színeibe induljon, mert esetleg akik nem szimpatizálnak az RMDSZ-szel, ilyen körülmények között sokkal inkább tudnak Sors Zoltánra szavazni, vagy fordítva, mert mindkét lehetőség fönnáll, ugye. Ezért azt gondolom, hogy jó, hogy Sors Zoltán úgy indul, hogy mindenkinek a támogatását élvezi, de ennél sokkal fontosabb, hogy a marosvásárhelyi magyaroknak a támogatását élvezie. Most fog kiderülni, hogy a marosvásárhelyi magyar közösség akar-e magyar polgármestert, amikor nem pártszínekben fog indulni Sors Zoltán, hogyha mellé állnak, hogyha mindannyian úgy gondolják, hogy szükség van egy váltásra, szükség van arra, hogy magyar polgármester legyen, akkor most igenis meg lehet választani Sors Zoltánt. Aztán a listák, a frakciók az teljesen mellékes ahhoz képest, hogy kivezeti a várost. Most ki fog derülni, hogy egy ilyen típusú összefogásnak, amikor nem egy párt jelöltjeként indul a magyar jelölt, van-e alapja, van-e igény rá, vagy csak erről írnak, beszélnek a kávéházakban. Csíkszereda még egy másik nagyon érdekes helyszín, ugye, ahol Rádúj Róbert Kálmán volt polgármester, lemondott a tisztségről. Van esély arra, hogy ő megpályázza ezt a tisztséget ismét? Nagyon szeretném, hogyha olyan helyzet állna elő, hogy indulhasson. Egy alapfokú döntés akár, ami számára pozitív, az már egy erős erkölcsi löketet adna, hogy indulhasson, hisz ő egy nagyon jó polgármester volt, egy nehéz ember, de azt, amit az elmúlt mandátumok alatt Csíkszeredában megvalósított, azt mindenki értékeli, és még sok mindent meg tudna valósítani. Én bízom abban, hogy ő indulhat, arra is készülünk, hogy amennyiben nem, akkor ki legyen a jelölt. Előválasztást szervez, egyébként ott mindig hagyományosan előválasztással állítottunk jelöltet az ottani szervezet. Meg fogjuk látni, hogy milyen irányba mennek a dolgok, de ami engem illet, én akkor lennék elégedett, akkor lennék nyugodt, hogyha Rádúj Róbert indulhatna és indulna polgármesterként. Az önkormányzati választások előkészítése, illetve maga a kampány is ugye jelentős humán erőforrás igényt jelent. Ilyenkor felduzzad a szervezet. Milyen módszerekkel történik ez meg? Hogy lehet ilyenkor új embereket bevonni a tevékenységekbe? Ez egy technikai kérdés, hogy hogyan lehet sok-sok embert megszólítani, bevonni, és a technikai kérdésekkel nem biztos, hogy a közösségünk nagy része akar foglalkozni. Inkább az fontos, hogy azt a nyitottságot megőrizzük, még inkább megteremtsük ott, ahol ezt az elmúlt években valamilyen ok miatt felszámolták, és zártá vált a szervezet, belterjessé vált, hogy mindaz, aki a közéletben akar munkát vállalni, az lássa annak az értelmét, és szívesen vállaljon közéleti munkát.
mert a közösségért tudni, tenni akar és tud tenni, és az RMDSZ-nek pedig ezt a lehetőséget meg kell teremtenie. Tehát én a nyitott szervezetnek, a befogadó szervezetnek vagyok a híve, és azt mondom mindenhol, hogy ne az legyen a szempont, hogy az elmúlt kampányokban ki hány plakátot ragasztott, mert ez a kontraszelekcióhoz vezet. Az legyen a szempont, hogy ki képes a közösségért tenni, ki akar a közösségért tenni, és azokat az embereket be kell engedni, azokat az embereket helyzetbe kell hozni. És fogják látni, Marosvásárhelyen is új arcok lesznek, az önkormányzatban, máshol is sok új ember bejön. Az ifjúsági szervezeten keresztül, a nőszervezeten keresztül, az RMDSZ szervezeteken keresztül, és ennek így kell lennie. Így kell lennie, mert akkor tudunk eredményesek lenni, hogyha folyamatosan ezt a megújulást biztosítani tudjuk. Hogyha folyamatosan bejönnek azok az új nemzedékek, a fiatalok, a 20-asok, a 30-asok, akik akár 89 után szocializálódtak, nem 89 előtti élményeiket, emlékeiket hozzák, az elvárásaik mások. Akkor lesz egyensúlyban egy társadalom, hogyha a tapasztalat és az innováció az valahogy kéz a kézbe tud menni. Az RMDSZ nyilvánvalóan a legnagyobb, de nem az egyetlen szereplője a romániai magyar politikai palettának. Ugye egyrészt ott van a Magyar Polgári Párt, másrészt az Erdélyi Magyar Néppárt. A kettő közül az egyikkel, amennyiben ez kívülről jól látszik, elég szoros együttműködés van, a másikkal meg gyakorlatilag nincs semmilyen. A választások közelsége miben fogja befolyásolni ezt a viszonyt? A Magyar Polgári Párttól már 2014-re kötöttünk egy megállapodást, ami jól működött, ezt az év végén, 2015 végén meghosszabbítottuk 2016-ra, és ez egy országos keret megállapodás. Ezt helyben kell tartalommal megtölteni, úgyhogy mindenki a legjobb eredményt tudja felmutatni a közösség érdekében. És lesznek olyan helyek, lesznek olyan települések, ahol a Magyar Polgári Pártnak a jelöltjét fogjuk támogatni, és lesz számos olyan település, ahol a Magyar Polgári Párt az RMDSZ jelöltjét fogja támogatni, éppen a közösség érdekében. Az országos egyesség arról is szól, hogy a parlamenti választásokon a 2008-as helyzethez hasonlóan, amikor már volt egy megállapodás közeli állapot, de az utolsó pillanatban Szász Jenő visszautasította, akár a parlamentben is RMDSZ listán ott legyenek az MPP politikusai. Az Erdélyi Magyar Néppárt versenyre készülő azt mondta, hogy versenyezni akar. Marosvásárhely polgármester jelöltjét ebből megpróbáljuk kivenni, és hogy az imént mondtam, közösen indítani. Egyébként azt gondolom, hogy ők mindenhol versenyre készülnek. Ez, hogy magyar koalíciós verseny választási pártot bejegyezzünk, ez vagy egy hatalmas nagy blöff, vagy teljesen komolytalan. Tehát valami a kettő közül. Komolyan nem lehet ezt gondolni. Mert a választások előtt 75 nappal le kell tenni a listákat, ez egy tudott dolog, aki a törvényt elolvasta, azt tudja. Másrészt egy pártnak a bejegyzése, és úgy abban a formában, ahogy ők javasolták, elfogadhatatlan, elképzelhetetlen. Én arra felhatalmazást nem kaptam senkitől, sem a választóinktól, sem a kongresszustól, hogy egy harmadik vagy egy negyedik politikai alakulatot jegyezzünk be. Nekik ebben van gyakorlatuk, hisz ők már két pártot alapítottak. Úgy látom, hogy kedvük lenne újabb pártokat alapítani, de ne velünk tegyék meg. Az a gyűjtő szövetség, amelyről ők beszélnek egyébként, és ahonnan ők elmentek évekkel ezelőtt, az az RMDSZ. És én azt gondolom, hogy az RMDSZ keretein belül kell ezt megteremteni, nem kitalálni egy negyedik pártot. Egyébként nem is lenne idő, másrészt pedig egy koalíciós pártnál a parlamenti küszöb az 1-ből 8%, amit azért nem tudunk teljesíteni. És ne gondoljuk azt, hogy ha mi koalíciós pártnak nevezzük, akkor a román törvények szerint az nem koalíciós párt lesz. Hogyha közösen hozzuk létre, az nem lehet más, csak egy koalíció jogilag. Tehát ezért gondolom, hogy vagy blöff, vagy annyira komolytalan, hogy a törvények nem ismerete is elvezethet egy ilyen javaslat megtételéhez. Én azt mondtam, és azt mondom, hogy akik versenyhelyzetet teremtettek, azok ne féljenek a versenytől. Marosvásárhely esetében pedig adjuk meg a magyar embereknek azt a lehetőséget, hogy pártszínezet nélkül Sors Zoltánra tudjanak szavazni. Hogyha a marosvásárhelyi magyarok akarják az összefogást, és meg tudják választani Sors Zoltánt, akkor van idő, és van annak értelme, hogy tovább gondoljuk az együttműködésnek a különböző formáit, különösen ott, ahol románok, magyarok fele-fele, vagy majdnem fele-fele arányban élnek.
Tehát jól értem a szavait, hogy akkor az RMDSZ nem tervez semmiféle együttműködést az önkormányzati választásokra az Erdély Magyar Néppárttal. Új pártnak a bejegyzését nem tartom valószínűnek, erre nincsen felhatalmazásunk, és nem is tervezünk újabb párt bejegyzést. Azt viszont tervezzük, hogy Marosvásárhelyen együttműködjünk, hogy polgármestert válasszon a marosvásárhelyi magyarság. Tehát remélem elfogadják a javaslatunkat, hogy Sors Zoltán közös jelöltként indítsuk Marosvásárhelyen. A többi az nem rajtunk múlik, több helyszínen biztos, hogy versenyre készülnek, mi ettől nem félünk, és a versenytől úgy általában nem kell félni. Nem félünk a versenytől, ezzel a gondolattal búcsúzunk, egy hónap múlva ismét találkozunk, köszönjük, hogy velünk tartottak.